Köszönöm szépen! Sok sikert a csapatnak! Kecsmaris József, a Kanizsai Klub elnökségi tagja, Nádasi Tamás a klub elnöke, és Takács Zoltán a klub alelnöke szerint a szerződés aláírásával kizárólag a bajnoki cím megszerzése lesz a cél. A mezőny eléggé erős lesz az idei szezonban is. A riválisaink közül úgy gondolom, hogy a Paks ismét kiemelkedik, tehát nagy valószínűséggel a második hely az nekik dukál, hogyha mi az elsőt azt abszolválni fogjuk. Visszatért a csuti a bajnokságba, ugye ők megnyerték az nb 1 b és most már ők is újra visszatértek, tehát lesznek megyei rangadók közöttünk, aminek nagyon örülünk egyébként, mert ezzel élénkítjük a megyei bajnoki színvonalat is, hogy ők is újra visszatértek. Azt gondolom azért nem ők lesznek a fő hiszen az erősorrendjük alapján nem ők számítanak esélyesnek a Paks mellett a dobogós helyekre. Nem tudom, hogy hogy, hogy fog alakulni, elég tömör lesz ott a középmezőny, több csapatnak is lesz esélye arra, hogy jó helyen végezzen. Sokat erősödött a kanizsai csapat, hat új játékos érkezett a keretbe számos fiatal. Közülük kiemelkedik a 17 éves Kledura Benyámin, míg többek az Akfa Profit MB1 Bésgárdájában gárdájában mutatják majd meg tudásukat. A második csapatunk azt gondolom, hogy az idei évben nem a kiesés ellen fog küzdeni, hanem inkább a bajnoki cím közelébe, ugyanis az első három-négy csapatba várható a felállás alapján két nagyon nagyszerű nemzetközi az éltáblákon Gajas Miklós és Bodon Norbert, akik fix csapattagok voltak az nb 1 addig, amíg a sok igazolás meg nem történt. A második csapat november 8-án a Szent Gotthard vendége lesz.